Tisztázni kellene végre néhány dolgot. Pedagógus tüntetés Győrben több mint két hete a zuhogó eső ellenére is legalább 100-an voltak a városháza előtt, hogy béremelést, óraszámcsökkentést és a klik megreformálását követeljék a kormánytól. A modern oktatási módszerek alkalmazását szinte lehetetlenné teszi. A felháborodott tanárok később a fővárosi demonstráción 25 pontban fogalmazták meg követeléseiket. A sztrájk a Fidesz-KDNP lilafüredi frakcióülésén is téma volt, majd maga a miniszterelnök is beszélt a tanárok 25 pontjáról a parlamentben. Orbán Viktor azt kérte a pedagógusoktól, ne helyezzék bérnyomás alá a kormányt, mert ennek most nem tudnak eleget tenni. 18%-os béremelés egyelőre biztosan nem lesz, de a sokat szidott kliket átszervezik. Erről Győr egyik országgyűlési képviselője beszélt a Konkrétban. A kliket nem azért hozták létre, hogy utána megszüntetésre kerüljön, hanem azért, hogy hatékonyan működjön. Ez a hatékony működés nem volt elmondható, mondjuk ki, a korábbi időszakban, és éppen ezért működőképessé kell tenni. Ez irányban viszont az önállóságát ugye a helyi klikeknek, mint pedig az intézményvezetőknek növelni kell. A szándék megvan. A tanárok egyáltalán nem elégedettek, és választként azt közölték, továbbra sem vesznek részt a közoktatási kerekasztal munkájában, közben pedig megkezdik az országos pedagógus sztrájk szervezését.